Szép jó hajnalt mindenkinek, Turin vagyok, ez pedig a Stellar Monarch folytatása. Legyőztük a lázadókat, alapvetően minden szempontból jól állunk. 10 kör a következő audienciáig. Tudunk-e segíteni ezen? Elsőre nem igazán látom be. Pirosakat kéne egy kicsit feljebb hozni. Mindenkinek a kárára. Ezt megpróbálhatjuk kirúgni, és kapunk helyette valaki mást. Alapvetően, ha nem zöld, akkor javul a helyzet, vagy le is nem romlik. Ez, amennyire meg tudom mondani, egyelőre jó. 7 pont a legyőzött lázadókkal együtt. Hamarosan meg lesz a 150 bolygó. A 300 preszt is annyira nincs messze egyébként. Egy vagy két kor és megvan. A lakosság az még azért picit messze van. A két történetszál befejezése az igen messze van. Az 50% szintén messze van. 27 hasadék van, te jó ég. No. Haladjunk. Ó, és a paraziták közben fölébredtek mindenki örömére. Hó. Hidrosznak nem kell, Hidrosznak nem kell segítség, Hidrosz bírja magát. Haladhatunk viszont Zorra. Hogy Vosból terjedjünk tovább. Pirosak itt összegyűltek, szükség van arra? Megmondom őszintén, nincs, úgyhogy akkor ide jövünk, mert itt lehet egy kicsit garázdálkodni. És a hármat, amit meg elküldtünk, azt nem választva irány Venecia, vagy Vecia. 6 kör, illetve 7 kör, de hát ez van. Halad minden így, szépen lassan, vereség sehol, győzelmek mindenütt, ahogy azt illik. Ez parazita? Igen, ez kemény. Szomszédba támadnak folyton, folyvást. Nem az a érdekes benne, hogy nehéz őket legyőzni, hanem hogy folyamatosan jönnek, és nincs megállás részükről. Közben megnézhettük volna, hogy mit kaptunk, de hát te kaptunk egy újabb sárgát helyette, leginkább egy ugyanolyat. Nos, kirúghatjuk ismét, hát ha. Combat AI. Nos, a 7-esből választhatom a Brain Chip és a Brain Chip-et. Egyel nagyobb lojalitás és némi többlet tudomány. Hajrá! Ó!
Tieunál visszatámad a se. És nem csak, hogy visszatámad, hanem sikerrel. Azt pedig lennem tűrhetjük. Remélem egy kört kibírnak még a fiúk. Parazita elmegy aludni. Kibírtak, helyes. Nos, akkor itt szépen betámadunk, ha ki tudom jelölni ezeket. Különféle csaták, mindegyiket megnyertük, és valahol egy bolygót is megszereztünk. Usztech, a Hive-tól elszerezve. Igazából mindegy is, hogy melyikkel haladunk. Még annyiból ennek van nagyobb hajója, úgyhogy menjen ő harcolni, aztán majd meglátjuk, hogy utólag hova oszlunk. Itt majd jönnek az erőink. Zornál az inváziót megkezdtük, ahogy kell. No, egy kéket kaptunk, amivel persze azt értük el, hogy a kékek vannak ugyanolyan jó helyzetben, de itt lecserélve egy kicsit javíthatjuk a stabilitást. Valamint ez egy 12-es kompetencia, amiből azért lehet valamit kihozni. Persze nem tudom, hogy hogyan. Ha más nem, akkor egyszerűen beléptetjük oldalra. Mert azzal egy 7-es cseréltünk le egy 12-esre, és az egy jó lépés azért. Mindjárt jobb a külügyminisztériumunk. Harcaink többsége jó, és Tiaunál nyilván ezzel a brutális mérettel könnyedén nyertünk. No. Te menj a kangóra, te pedig menjél a prum felé. És reméljük, hogy itt azért megoldódik az ügy. Kapsz egy növelést, csak hogy ne érezd el nyomva magad. No hát, majd meglátjuk, mit tudunk itt kihozni. Többi helyen lassan haladunk előre. De nyilván leginkább a kihívás az mindig ugyanaz. Újabb és újabb erőforrások kellenek majd további hajókra. Bolygót foglaltunk. Harcokat megnyertük. Hol volt a foglalásunk? Metis. Az ügy kezelős közepén, hogy úgy mondjam. De itt kettő van, úgyhogy egyel le tudunk lépni. Ezzel pedig beüthetjük
ezt a bolygót, ide viszont egy gyorsítást kell küldenünk, mielőtt magába meghal. És ahogy Hesperia a következő körbe kiesik, azt kell, hogy mondjam, ott szépen állunk igencsak. Egy, illetve két kör. Overmind killed, helyes. Akkor a támadásunk sikerrel járt. Itt Velciából fölmegyünk Eclipsóba. Hesperia és Zor. Zor is itt van. No. És akkor Vosból is lehet tovább támadni. Ez egy olyan folyamat, hogy szépen lassan haladunk. Megállás nélkül. No, ahogy látható, most 40%-okkal lépked fel a lázadó. Tehát ezzel a tempóval, mint egy 400 kör lenne egy újabb lázadás ideje. Nem túl reális. Hogy annyi ideig tartson ez a játék. Ez pillanatokon belül meg lesz, előbb-utóbb ez is meg lesz. Ezt előbb-utóbb elérjük, de azért ez egy lassú folyamat. Kétszáz bolygó az valószínűleg meg lesz, és utána kell még valami. A 12 achievement azért az egy elég hosszú feladvány. Valószínűleg az egyiket ebből meg kell oldanunk. Vagy talán mindkettőt. Persze ez nyilván sokat lendít majd az ügyön. A hasadékok bezárása. No, volt bárhol gondunk. Itt van egy kisebb akadály, de azért ez sem lesz maradandó probléma. Usztes. Hát az szorosabbnak ígérkezik. De úgy látom, nincs gond. Egy bolygót megszereztünk. Valahol. Usztes sikerrel járt. Erida szintén befejezve. Így az összes csatánkat megnyertük, és Cseumakot a Hive-tól. Megmondom őszintén, fogalmam sincs hol van az, úgyhogy valószínűleg itt éjszakon lesz. Pontosan. Úgyhogy így lehet haladni egy lépéssel tovább. Au, hát haladunk. Ez egy lassú-lassú folyamat. Tehát igazából ide és ide be kell ütni ahhoz, hogy a kangó veszekből fölhaladhassunk. Kemény. Kemény. És a kangó is kell. Az erősítéshez. No, hát haladunk, haladunk. De ez azért nagyon lassú lépkedés. Kérdés, hogy Zorból akarunk-e támadni? Akarunk. Egy bolygó elfódítása megtörtént valahol. Eclipse
megfordítva, vagy legalábbis betörve daranggal védőit kiűztük, helyes. No, szereztünk egy bolygót, Dualdia. Itt a semmi közepén, alapvetően. No, azt lejjebb hozzuk, és akkor majd ezt a bolygót beüthetjük, ha nagy nehezen ezt megszerezzük magunknak. Sőt, inkább ide jöjjünk, és akkor ezt kiütjük termálnál. Előre. Sőt, szerintem inkább ide fogunk beütni, és ott hagyjuk a sárgát. Sőt, itt van ehhez néhány kék is. Ó, hát akkor itt szépen ezt végrehajthatjuk, ezeket a támadásokat, ahogy kívánjuk. És akkor hosszú távon gyakorlatilag ez a sárga leszivároghat egészen idáig. És akkor mind a kettő léphet egyet-egyet előre majd. Remek! És ezt elősegítette Dualdia. Két bolygó is. Niris. Egy fontos elem. Innen egyértelműen ezt a lépést tejtjük majd meg. Ibluna a másik, valahol. Hive-tól szereztük pedig. De azt felteszem, akkor az északi részem van. Úgy bizony. Nos, azzal az egységgel nem tudunk lépni egyelőre. Csatáink gyakorlatilag probléma nélkül megoldódnak. Rosinanténál kaptunk egy támadást, de együtt ez azt jelenti, hogy onnan tudunk haladni tovább Duronra. Még egy kört bevállalhatunk, sőt talán kettőt. Hogy áll az audiencia? Na, akkor azt hiszem az a következő körben audiencia, csata, és azzal le tudjuk a dolgainkat. Bolygót nem szereztünk. Wow, Kuonánál érdekes kettős támadást kaptunk. Invázióink mind sikeresen megkezdődtek. Akkor lássuk az audienciánkat. Újabb ügy, de sikerült. Haha! Egyszer jól dolgozott a védelmünk. Lopnak. Ilyenek ezek a vezető politikusok, hogy lopnak. Ki gondolta volna? Economist. Elég sokan vannak, hát megbüntetjük őket. Ne lopjanak. Kenjük rájuk. Ugye ez alapvetően három embert jelent, lehet, hogy problémás lesz, meglátjuk. Kapunk 2000-et,
fennáll a veszélye, hogy javítjuk az embereinket, vagy... a inkompetens és hűtlen alakokat kirúgdoshatjuk. Próbáljuk javítani a helyzetet, 1000 zsetont erre ráldozhatunk most. Eladjuk. Találtunk egy értékes tárgyat, eladjuk 6000 pénzért. Prestige. Ez tűnik jobbnak. Ez mások ellen is gyengíti őket. Mondjuk alapvetően a Hive az, ami rugdossa őket. Ugye őróluk van szó, ha jól látom. És két oldalról üti a Hive, plusz mi is lassacskán, de nekünk hasznos néha. Plusz 10% Grand Combat. Na, az támogatandó. Ugye, itt 30 körre előre. 30 kört spórolunk. 22 kör van. Ha ezt választom, akkor 1220-at fizetünk. Ha ezt választom, akkor alig több, mint 1100-at, 1140-et. Hosszú távon ez a jobb nekünk. Kompetens, de kissé hűtlen. Elismerjük, hát ha javul a hűsége. És ennyi.